A Paris Saint-Germain már csak egyetlen lépés választja el Fabián Ruiz megszerzésétől. A West Ham United komolyan gondolja Szalai Attila leigazolását. Az FC Barcelona napokon belül bejelentheti Marcos Alonso érkezését. Adrien Rabiot-val erősítheti meg a középpályás sorát a Manchester United. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. A Wolverhampton Wanderers leigazolta a Valencia támadóját, Gonzalo Guedest, aki ezzel a Wolves keretének 10. portugál futballistája lett. A farkasoknál évek óta nagyon erős a lusitán vonal, köszönhetően elsősorban annak, hogy az egyesület rendkívül szoros kapcsolatot ápol a Gesti Futi nevű menedzserirodával, illetve vezetőjével, Jorge Mendessel. Ez a kapcsolat azonban eddig remekül működött, hiszen a Wolvesnak a 2018-as feljutása óta soha nem voltak kiesési gondjai a Premier League-ben, és a csapat egy alkalommal még az Európai kupa szereplést is kiharcolta. Nem mellesleg a Wolverhampton kispadján is egy portugál nemzetiségű szakember ül, nevezetesen Bruno Lage, a keretben pedig eddig 9 lusitán légiós volt, bár a Premier League első játéknapján csak 4-en léptek pályára közülük. Most azonban a 10. portugál is megérkezett a csapathoz Gonzalo Guedes személyében, akit a Wolverhampton a Valenciától vett meg. A spanyol egyesületnek nagy szüksége volt a bevételre, Guedes értékesítése pedig hozott némi pénzt a klubkasszájába. A sajtóhírek szerint ugyanis a farkasok bónuszokkal együtt nagyjából 32 millió eurót fizetnek érte, amivel ő lett a klub történetének harmadik legdrágább igazolása Fabio Silva és Raúl Jiménez mögött. A támadó pedig 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá az angol egyesülettel. Ez az összeg ugyanakkor nem sok ahhoz képest, hogy a Valencia 2018 nyarán 40 millió euróért vette meg a Paris Saint-Germaintől. Ráadásul a Transfermarkt szerint a játékos értéke még mindig eléri ezt az összeget. Guedes sokáig inkább amolyan nagy ígéretnek számított, akinek hiába vannak kivételes képességei, azokat nem tudja tartósan kamatoztatni, de az előző idényben mintha végre felnőtt volna az elvárásokhoz, hiszen egymaga 11 gólig és 6 asszisztig jutott. Kis túlzással ő volt a Valencia egyszemélyes támadósora, és a középpályás Carlos Solerrel ketten tartották benne a csapatot az élvonalban. A Newcastle United által is megkörnyékezett Guedes az elmúlt években egyébként játszott a támadósor valamennyi posztján, a Wolverhamptonnak pedig éppen egy ilyen sokoldalú támadóra volt szüksége, aki hogyhogy nem, éppen a Gesti Futi ügyfele és portugál. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. A Borussia Dortmund az Erste FC Köln támadóját, Anthony Modestet igazolta le a nyáron megszerzett, ám betegsége miatt egyelőre nem bevethető középcsatárának, Sebastian Allernek a pótlására. A dortmundiak az elefántcsontparti csatárt a Manchester Citynek eladott Erling Haaland helyére vették, ám az Ajaxtól érkezett támadó szervezetében a felkészülési időszakban egy rosszindulatú daganatot fedeztek fel, így legalább fél éves orvosi kezelés vár rá. A Borussia ugyan a nyáron igazolt még egy támadót Karim Adeyemi személyében, de a nyitófordulóban ő is megsérült, így a klubnak mindenképpen igazolnia kellett még egy játékost a csatársorba. A BVB-t rengeteg játékossal kapcsolatba hozták, Edin Dzeko-tól kezdve egészen Cristiano Ronaldo-ig, de az egyesület végül a Bundesligán belülről Anthony Modest leigazolásával oldotta meg a problémát. A 34 éves játékos az előző idényben 20 alkalommal volt eredményes a Bundesligában, és eddigi pályafutása során 189 találkozón 83 gólt szerzett a német élvonalban. A korábban a Nice-ben, a Blackburn Rovers-ben és a Girondin Bordeaux-ban is megfordult centert a kölniek egyszer már jó pénzért eladták. 2017. januárjában a kínai Tianjin Chuanxian ugyanis 29 millió eurót fizetett érte, de Modest másfél év után visszatért a Bundesligába. Szerződés egyébként 2023-ig volt érvényes a kölnieknél, és ebben szerepelt egy záradék, amely szerint ha náluk fejezi be a pályafutását, akkor a visszavonulása után munkát kap az együttes szakmai stábjában. Ám amikor kiderült a Borussia érdeklődése, akkor a csatár rögtön jelezte a klubvezetőknek, hogy távozni szeretne. Ez érthető, hiszen karrierje végéhez közeledve végre lehetősége lesz arra, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen, így Modestet az sem érdekelte, hogy az előbb említett opció ezzel érvényét veszti. A dortmundiak a német sajtó szerint nagyjából 5 millió eurót fizetnek a Kölnnek a támadóért, aki egy éves szerződést írt alá a BVB-nél, ahol a fizetése a 6 millió eurót is elérheti, és a játékos az új csapatában a 20-as mezt fogja viselni.
A várakozásnak megfelelően Sevillában folytatja pályafutását a Real Madrid középpályása Isco, azonban nem a Real Betisben, hanem a város másik élvonalbeli klubjában, a Sevilla FC-ben, amellyel a támadó középpályás 2024 nyaráig szóló szerződést írt alá. Francisco Román Alarcón Suárez, azaz Isco így gyakorlatilag hazatér Andalúziába, ahol született, és ahol igazán ismert futballista lett a Málaga színeiben. Még csak 21 éves volt, amikor elvitte a Real Madrid, és ezt követően éveken keresztül volt alapember a királyi gárdában. Főleg a 2016-17-es idényben remekelt, akkor 10 alkalommal volt eredményes a La Ligában támadó középpályásként. Ezt követően azonban szép folyamatosan kezdett kikopni a madridiak kezdő 11-jéből, és ennek megfelelően a válogatottból is. A címeres mezben összesen 38 alkalommal szerepelt, de utoljára 2019-ben lépett pályára a nemzeti csapatban. Ami a Real Madridot illeti, az előző idényben az őt jól ismerő Carlo Ancelotti tért vissza a kispadra, és Isco alig hanem arra számított, hogy ismét több lehetőséget kap majd, de nem így történt. A legutóbbi idényben már csak 17 tétmérkőzésen vetették be, és a Bajnokok Ligájában egyetlen alkalommal sem szerepelt. Mivel szerződése 2022 nyaráig volt érvényes, biztos volt, hogy távozik, és olyan csapatokkal is kapcsolatba hozták, mint az Arsenal vagy az AC Milan, de hamar eldőlt, hogy Spanyolországban szeretne maradni. És bár áprilisban még arról szóltak a hírek, hogy a Real Betis szerezheti meg, de végül a másik sevillai klub lett a befutó, amihez alig hanem az is hozzájárult, hogy míg a zöldfehérek csak az Európa Ligában szerepelnek, addig a Sevilla a Bajnokok Ligájában indulhat. Angol lapértesülések szerint a Manchester United megállapodott a Juventusszal Adrien Rabiot vételáráról, így a vörös ördögöknek most már csak a játékossal kell egyességre jutniuk a transfer nyílbeütéséhez. A manchesteriek számára meglehetősen kínosan kezdődött az új idény, hiszen a vörös ördögök a Premier League nyitófordulójában hazai pályán szenvedtek 2-1-es vereséget a Brighton & Hove Albion-tól. Gyakorlatilag nem volt olyan csapatrész, amellyel a gárda szakvezetője Erik ten Hag elégedett lehetett volna. Az első erősítés pedig a jelek szerint a középpályára érkezhet. A holland szakember elsősorban az FC Barcelona erősségét, Frenkie de Jongot szeretné megszerezni, de az ő átigazolása körüli húzavona már több mint egy hónapja tart, nem csoda, hogy a klub figyelme másfelé fordult. Rabiot persze nem pontosan olyan típusú középpályás, mint de Jong, de nagyjából hasonló szerepkört tölt be. Jól tud védekezni és mélységből felvinni a labdát, összekötni a védelmet és a támadó sort. Ugyanakkor nem könnyű eset, hiszen anno akadtak fegyelmezési problémái korábbi csapatánál, a Paris Saint-Germainnél, illetve a Juventusnál is. A párizsiak egyidőben például a tartalékok közé száműzték, mert nem akart szerződés hosszabbítani, és így végül transferdíj nélkül került Torinóba 2019 nyarán. A francia játékos az előző két évben meglehetősen sokat játszott, és a teljesítményére sem lehetett panasz. Igaz, a drukkerek soha nem tudták igazán elfogadni, ráadásul a fizetése is a magasabbak közé tartozott. Szerződése még egy évig érvényes az olasz csapatnál, így mostani eladása valamelyest érthető, főleg, hogy az olasz újságíró Nicolas Kira szerint a United 18 millió eurót adna érte. Egy másik átigazolási hírekre szakosodott újságíró Fabrizio Romano szerint a két klub nagyon közel áll a megegyezéshez. A nagyobb kérdés az, hogy a manchesterieknek Rabiot-val, illetve az ügynökeként tevékenykedő édesanyjával, Veronikkal sikerül-e megállapodniuk a leendő fizetésről. Ha igen, akkor a középpályás a hírek szerint 2026 nyaráig szóló szerződést köthet az angol egyesülettel. Tegnap délután megszületett a megállapodás a Juventus és az Eintracht Frankfurt között Filip Kostić vételáráról, így a szerb játékos a torinói gárdánál folytatja a pályafutását. A zebra csíkos mezes csapat már júniusban megállapodott a személyes feltételeket illetően a frankfurtiakkal az előző idényben Európa Ligát nyerő 29 éves baloldali középpályással, aki ígéretet kapott a német klub vezetőitől arra, hogy amennyiben befut érte egy megfelelő ajánlat a nyáron, akkor nem gördítenek akadályt a távozása elé. A Frankfurtiak kezdetben 20 millió eurót kértek Kostić játékjogáért, a Juventus első ajánlata viszont csak 12,5 millió euróról szólt, vagyis meglehetősen nagy volt az eltérés a kért, illetve a kínált összeg között. Emiatt a tárgyalások meg is rekedtek a felek között. A Juventus ugyanis nem volt hajlandó emelni az ajánlatán, mondván ennél többet nem kívánnak fizetni egy olyan játékosért, akinek már csak egy év van hátra a szerződéséből. Minden jel arra utalt tehát, hogy az olasz és a német klub között nem lesz üzletkötés, időközben pedig Kostićért
a West Ham United is bejelentkezett, ám az angolok ajánlata is csak 15 millió euróról szólt, így az Eintracht vezetősége erre is nemet mondott, mivel 20 millió eurónál kevesebbért továbbra sem kívánták őt eladni. Ehhez képest most mégis rábólintottak a Juventus második, bónuszokkal együtt immár 17 millió eurót magába foglaló ajánlatára. A német klubnál aligha nem belátták, hogy ennél többet aligha kaphatnak a játékosért, és inkább eladják a korábban megszabottnál kevesebb pénzért, mint sem, hogy jövő nyáron átigazolási díj nélkül kelljen őt elengedniük. Kostić tegnap este már meg is érkezett Torinóba, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, és aláírja a 2025 nyaráig szóló évi 2,7 millió eurós fizetést garantáló szerződését a Juventusszal, amelyre bizony rá is fér az erősítés. A csapat ugyanis a nyári felkészülési meccseken nagyon gyengén szerepelt, az Atletico Madridtól például 4-0-ás vereséget szenvedett, és sok szakértő szerint a jelenlegi keret nem alkalmas arra, hogy az együttes harcban legyen az olasz bajnoki címért. Annyi biztos, hogy a szerbbel papíron remek fogást hajtanak végre az olaszok, hiszen az előző idényt 7 góllal és 15 gólpasszal zárta, és az ő nevéhez fűződött a legtöbb kialakított helyzet és a legtöbb beadás is a Bundesligában. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Egybehangzó olasz sajtóhírek szerint Vitinha és Renato Sanchez megszerzése után újabb középpályást igazolhat a Paris Saint-Germain, mert hogy a francia klub állítólag megállapodott a Napoli erősségével, Fabián Ruizzal a leendő szerződése részleteiről, és a két klub is egyre közelebb áll ahhoz, hogy közös nevezőre jusson egymással a játékos átigazolási díját illetően. A pályán remekül látó, kiválóan passzoló 26 éves spanyol középpályás évek óta az átigazolási szezon egyik legkeresettebb játékosa, és korábban többször is közel állt ahhoz, hogy visszatérjen a La Ligába, ahonnan a Real Madrid és az FC Barcelona is hívta egy időben. A pályafutását egykoron a Real Betisnél kezdő Fabián taktikailag nagyon sokat fejlődött a szériában, játéka sokkal érettebb lett, technikai tudása pedig már korábban is kiemelkedő volt. 2019-ben például úgy nyert U21-es Európa-bajnokságot, hogy őt választották a torna legjobb játékosának. Fabián 2018-as leigazolása óta már 166 mérkőzésen szerepelt a Napoliban, és a spanyol válogatottban is bemutatkozhatott. Egy év múlva lejáró szerződése miatt a nyáron több angol egyesülettel is kapcsolatba hozták, illetve az is felmerült, hogy jövőre átigazolási díj nélkül megy majd a Real Madridba. Ám most úgy tűnik, hogy a Paris Saint-Germain már idén lecsap rá. Több megbízható, átigazolási hírekre szakosodott olasz újságíró is megerősítette ugyanis, hogy a francia klub a játékossal már meg is állapodott leendő kontraktusáról, ami 2027 nyaráig szólna, és évi 6 millió eurós fizetést garantálna a számára, ami duplája a nápolyi keresetének. Ugyanakkor a két egyesület egyelőre még nem jutott dűlőre a vételárat tekintve, de ez aligha nem már csak időkérdése, hogy mikor történik meg. Lapértesülések szerint ugyanis a Napoli legalább 30 millió eurót szeretne kapni Ruizért, míg a párizsiak első ajánlata 20 millió euróról plusz 5 milliós bónuszról szólt, vagyis nincs nagy különbség a kért, illetve a kínált összeg között, és Párizsban állítólag meg vannak győződve arról, hogy a nápolyiak végül rábólintanak az ajánlatukra. Egybehangzó sajtóhírek szerint az FC Barcelona már ezen a héten bejelenteti a Chelsea rutinos védőjének Marcos Alonsónak a megszerzését. A katalán klub átigazolási időszaka ennél furcsábban nem is alakulhatott volna, miközben egyelőre alig vált meg néhány játékosától olyan klasszisokat szerződtetett, mint Frank Kessié, Andreas Christensen, Jules Koundé, Rafinha és Robert Lewandowski. Ugyanakkor egyelőre még egyik új szerzeményt sem tudta regisztrálni a La Ligánál a spanyol bajnokság szigorú pénzügyi szabályai miatt. Ez azonban nem akadályozza meg a Barszát, hogy további erősítéseket tervezzen. A védelembe például Marcos Alonsót szemelte ki, akit évek óta folyamatosan kapcsolatba hoznak a Barcelonával. 2019-ben például állítólag majdnem meg is történt a klubváltás. A spanyol légiós akkoriban többnyire csak kispados volt a londoniaknál Frank Lampard irányítása alatt, de ez csak egy rövid epizódnak bizonyult, hiszen Alonso előtte és utána is rendszeresen játszott a Chelsea-nél. Az inkább baloldali szárnyvédőnek, mint klasszikus balhátvédnek számító Marcos
Marcos Alonso 2016-os leigazolása óta 211 mérkőzésen szerepelt az angol klubnál, és védő létére meglehetősen eredményes volt, hiszen 29 gólja mellett kiosztott 23 asszisztot is. Szerződése 2023-ban lejár a Stamford Bridge-en, a klub pedig a nyáron megvette a hasonló poszton futballozó Mark Cucurella-t, és az előző idényben sokat sérült Ben Chilwell is felépült, vagyis immár nyugodtan megválhat Marcos Alonso-tól. A játékos maga is szívesen igazolna Barcelonába, annak ellenére, hogy pályafutását a Real Madridnál kezdte, még a királyi gárdában csak egyetlen bajnokiig is jutott a felnőttek között. Viszont édesapja 5 évig játszott a katalánoknál. A védő a személyes feltételeket illetően állítólag már hetekkel ezelőtt megegyezett a gránátvöröskékekkel, akik 2025 nyaráig szóló szerződést kínáltak neki, a Barcelona pedig a hírek szerint 10 millió euró körüli összeget is hajlandó lenne fizetni érte, ami egy 31 éves kiegészítő játékosért, akinek a megállapodása ráadásul jövő nyáron lejár, nagyon megérné a Chelsea-nek. Lapértesülések szerint a West Ham United olyannyira komolyan gondolja Szalai Attila megszerzését, hogy hamarosan újabb ajánlatot tesz a magyar játékosért a Fenerbahçének, amely az angol klub első 8 millió euróról szóló ajánlatára nemet mondott. A kalapácsosok vereséggel kezdték a Premier League-et, igaz a címvédő Manchester City ellen nem szégyen kikapni, ugyanakkor ez a mérkőzés is megmutatta, hogy David Moyes együttesének szüksége lenne erősítésre a védelem tengelyében. A klub a nyáron ugyan 35 millió euróért megvette a francia Stade Rennes marokkói középhátvédjét, Naïef Aguerdet, de ő már is megsérült, és a hírek szerint még legalább 6 hétig nem léphet pályára. Mivel az ezen a poszton bevethető játékosok közül Craig Dawson is sérült, Issa Diop pedig az angol lapok szerint napokon belül távozik a klubtól, így a védelem tengelyében az alapvetően jobb hátvéd Ben Johnson szerepelt, akin érezni lehetett, hogy nem ez az ő posztja. Érthető tehát, hogy Moyes szeretne még egy középső védőt igazolni, és a török Jani Safak nevű lap szerint az egyik fő kiszemeltje Szalai Attila. A Fenerbahçe magyar erősségével kapcsolatos pletykákat persze érdemes óvatosan kezelni, hiszen a hátvéd csak 2021. januárja óta szerepel a török klubban, de az elmúlt másfél évben olyan csapatokkal hozták kapcsolatba, mint a Lazio, az Atletico Madrid, a Chelsea, a Nottingham Forest, a Paris Saint-Germain, a Stade Rennes vagy a VfL Wolfsburg, ám ezekből a híresztelésekből nem soknak volt valóság alapja. Annyi minden esetre biztos, hogy Szalai szereplését a válogatottban nyújtott teljesítménye alapján Angliában fokozott figyelem kíséri, és a minap a Twitter oldalán a viszonylag megbízhatónak számító olasz újságíró Nicolas Kira is megerősítette azokat a híreket, melyek szerint a West Ham United is komolyan érdeklődik a magyar játékos iránt, aki állítólag szeretne szintet lépni a karrierjében, és ennek érdekében már idén nyáron távozni akar az isztambuli gárdától. A kalapácsosok a hírek szerint első körben 8 millió eurót kínáltak a Transfermarkt által 12 millió euróra taksált védőért, amire természetesen a Fener vezetői nemet mondtak, így az angoloknak emelniük kell a tétet, ha valóban le akarják igazolni Szalait. Minden esetre úgy tűnik, hogy megvan részükről erre a hajlandóság, mert állítólag egy újabb 17 millió eurós ajánlatot készülnek tenni a hátvédért, ami a török sajtó szerint már közel van ahhoz az összeghez, amit a Fener kap. Mi szeretne érte. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára.